Hello, sziasztok! Csináljunk egy lattártot! Na, mi kell hozzá? Kávéfőző, benn van a 7 g kávé letamperolva, itt van egy pohár, amiben benn van a cukor, amire már főzzük is a kávénkat. Van egy hűtőgép hideg tejünk, egy üres pohár, meg egy, amiben van víz, hogy tudjak inni. Meg egy törölköző a leverne víz, nem hogy letöröljük majd ezt ugye itt. Közben lefőzzük a nedűt, a feketét. Azért kevergetem, ugyan a krema így K.O., de hogy a cukor oldódjon meg az a... Hát én vegyesbe tolom, cukor meg édeske. Úgy, és megnéz, hogy milyen volt a főzés, mennyire lett líkes, mennyire nem egész jó lett. Ugye itt a kazán alját, ezt azért meg kell pucolni ilyenkor, még melegen, azt átnyomjuk gőzhőfokra. Világít, úgyhogy már van is gőzhőfokunk, úgyhogy engedjük ki először is a benn maradt vizet a rendszerből. No. Jó, villog a gőznek kellene villogni, ha ez egy Delonghi LC685. Hát szivat az olasz, nem akarnak gőzt adni. Mi történt? Talán most, és akkor jöhet rá a tej. Megforgatjuk mélyen, ha fogod, akkor fel lesz. Ilyenkor a felületről nyomtam bele a levegőt, a nagy buborékot, aztán pár másodperc kéznagyosság után vissza mélyre és forgatjuk, törjük össze a nagy buborékokat, hogy valami krémes tejet kapjunk. Ezt 65 fokig csináljuk, amíg bírjuk tartani a szimpla falu fémedényünket, és akkor hirtelen el kell zárni. Égyni, és ezt már le is törölhetjük. Én átkapcsolom kávéfőzést, engedek bele kis nyomást, felvizálja és letörlöm, és ezzel a kávéfőzőnket meg ki is kapcsolhatjuk, és jöhetünk át ide. Talán fölolvadt a kávénk. Prima. Ezt ugye oda kell kocogtatni, hogy a nagy buborékok törjenek szét, és legalább egy 3-5 másodpercig tekert. Ezen nagyon sok nagy buborék lett, nem volt elegendő idő az eldolgozás, az kevés volt, a tej pedig hűtőgép hideg, és hamar elértük a 65 fokot, vagy nem kellett volna annyi nagy buborékot egy másodperc előbb mélyre kellett volna tolni, nem kellett volna a felületen annyit tökölni, de talán ha várunk egy kicsit, akkor elpukkannak a nagyok, sok kocogtatással javítható. Egyébként ilyenkor, ha nem érzed, jó, akkor fogsz egy, ahogy nagyon havos, egy másik edényt önbe szépen átöntöd, ugyanígy többet kell mosogatni, abba is megtekered, és akkor már mehet is a felöntés 8 centiről be a felületbe magasról, ezzel megcsináltuk a felületet, aztán közelről elkezdjük a mintát, és az áthúzás pedig ismét magasról, most épp elcsesztem, mert dumáltam közbe. Hát olyan lett, amilyen. Szóval amikor a mintafoltot öntöd, akkor mész fél centire közel, pedig áthúzod, meg amikor a felületet csinálod, akkor pedig távol legalább tire. Hát ennyi volt a reggeli latte artunk, cappuccinónk elkészítése, fogyasztuk egészséggel. És finom is lett. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!